Olyan nincs, hogy csak dönkicsérés van, meg szűnmögés, és az nem jelent semmit. Ha dönkicsérés van, meg zümmögés, akkor ez azt jelenti, hogy valaki vagy valami dönkicsél, illetve zümmög. És amennyire az én műveltségemből futja, az egyetlen elképzelhető ok, ami valaki dönkicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. A Mici Mackó a Pagony utca 100-ban valamennyi szereplője karakterizálta hangját szerepének megfelelően. Gyerekek kinőnek bizonyos témákból és mesékből, de szerencsére mindig vannak újszülöttek, akik egyszer csak oda nőnek, hogy elviszik őket a színházba, és nekik is meg kell ismerni bizonyos történeteket, jelentős figurákat, akik nélkül bizony nem érdemes élni. Így aztán szülők és az ő szüleik, szóval a nagyszülők ismét találkoznak Mici Mackóval, aki örökké él. Nekem egy kicsit félelmem volt egyébként ezzel az anyaggal, mert hogy a gyerekeknek az inger küszöbe az már manapság nem azt mutatja, hogy ilyen regényeket, illetve ilyen meséket be tudnak fogadni. De mivel ebben az évadban már több mesét is csináltam, az meg arról mutat bizonyosságot, hogy igenis. Igen, is érdekli őket a színház, és vágynak rá, és éheznek rá, és szerintem ez egy nagyon bensőséges, nagyon családias hangulatú kis mese lesz, és nagyon szerettem az egész próba folyamatot. Tar Dániel esti mesének kapta otthon a szüleitől a Mici Mackót, főleg édesapja olvasta, mondta nekik, és végleg megmaradt a szerelem. Ahogy a rendező fogalmaz, nem állatok vannak eljátszva, hanem gondolatok, szándékok, érzések. Nem klasszikus állatmese, nincs állatmancs, de karakteres figurák igen. Klasszikus szépbeszéd és humor is. A 21. század magas technikai csimbum, cirkusz, csillogó, színes széles vásznú világában kellenek ezek a történetek. Csillogásból, csimbumból van elég, tévében látnak eleget a gyerekek, és ha látnak egy mesét, elmesélve egy történetet, az szerintem nem baj. Vicces, humoros, tanulságos, szívszorító, megkönnyeztető, nagyon emberi történet a Mici Mackó története. Mici Mackó barátai valamennyien a színpadon lesznek, legalábbis a 9 fő karakter. A szöveg és az előadás fejleszte a kicsik szókincsét, megszeretteti apró gyerekkorban a színházat, a maga színeivel, fényeivel, árnyaival és illatával. Nem mellesleg Milne munkája Karinti fordításában kerül a nyíregyházi színpadra. A Pagony utca 100-ban 10 karakteres történetet játszanak el. A keretjáték abban a bérházban indul, melyben Robert Gida él az ő plüss mackójával. Hát, Mici Mackó, akkor indulás! Ügyes vagy! Hol van, Mackó? Ez az! Mire gondolnál alulról nézve? Nem olyan vagyok, mint fekete felhő a kékig boltozatot? Hát nem mondhatnám. Na jó, az onnan letről és az innen fetről az teljesen más. Kedves Robert Gida! Tessék! Attól tartok, a méhek gyanítanak valamit. Kérlek, hozz valami esernyőfélét! Ott él a házban Canga néni, aki kerékpárral közlekedik, ezért hívják Canga néninek, egyedül neveli unokáját. Ott él a morgós, szürke, melegítős, valaha a városka híres pedagógusa, Füles, aki állandóan csak morog, dohog. Ott él Bagoly, aki könyvtáros és folyton késésben van. Ott él Nyuszi, aki egyébként kertészlány, és a metlahit lapot a belső gangos udvarról föl akarja szedni, és közösségi kertet akar létesíteni. Ott él Malacka, a balerina. Tehát ezekből az ott lakó ember típusokból és a gangon száradó ruhadarabokból rakja össze a fejében Robert Gida ezeket a történeteket. Huhó, elkések, mondta ekkor a Baglyot alakító rendező, és elröpült a színpad felé. A Mici Mackó a Pagony utca 100-ban a Móricz Zsigmond Színház nagy színpadán várja a közönséget a február 24-i bemutató után. Most felvágottas! Korán reggel helye újabb, nem azért mondom. Mi az? Mit hagyott te már megint? Nem találom a kötözőjét. Neked.